Szép napot! Itt az asztrológus, Szatmári Nóra vagyok. 2024. május 13-án reggel 4:03-tól 2024. május 14-én reggel 7 óráig tart egy Hold-Plútó szembenállás. Azért ez egy kemény dió, erről a történetről már hallhattatok többször is tőlem. Miért? Mert egy meglehetősen zűrzavaros és kapcsolati drámákkal teli napot hozhat. Ez a hatás. A Hold-Plútó szembenállása olyan zavaró érzéseket csalogathat elő a lelkünkből, amik bizony nagyon könnyen eluralkodhatnak a szellemünkön, és ezeknek az érzéseknek akár a megszállottjává is válhatunk, teljesen szétzilálódhat a napunk, az eredetileg tervezett dolgokat vagy nem, vagy csak nagyon részlegesen tudjuk megvalósítani, és nagyon nehezen fogunk tudni összpontosítani. A fontos dolgokra meg gyakorlatilag egyáltalán nem tudunk majd koncentrálni. A Hold-Plútó szembenállása belső zűrzavart és akár a már említett kapcsolati drámát is meghozhatja. Az érzések olyannyira felerősödhetnek, hogy nagyon nehezen lehet majd kontrollálni a reakciókat, a viselkedésünket, és olyan dolog is kibújhat belőlünk, egy olyan oldalunk is előkerülhet, amit mi magunk sem feltétlenül szeretünk. Épp ezért, hogyha valaki drámai hangulatváltozásokat tapasztal, akár magán, akár bárki máson, akkor tulajdonképpen jusson eszetekbe az, hogy ez a Hold-Plútó szembenállás pontosan ilyen típusú kellemetlenségekhez ad hátszelet. Tulajdonképpen az egyetlen egy komoly mázlink az, hogy ez egy roppant rövid idejű hatás. Tulajdonképpen a május 13-i napunkat fedi le teljes egészében, úgyhogy mire nekifutunk a 14-i napnak, fölébredünk és elkezdünk aktívá válni, addig le is tudjuk ezt a problémát. De a 13-a az tényleg hozhat nagyon sok bonyodalmat, nyűgöt, kellemetlenséget. Érdemes tudatosan felkészülni arra, hogy ne hagyjuk belerángatni magunkat semmilyen konfliktusba, zűrzavarba, és ne vállaljuk fel a döntő bíró szerepét semmilyen körülmények között. Olyan érzések fognak alkalmanként eluralkodni rajtunk, és bizony másokon is, tehát fogjuk másokon is látni ezt a hatást, amik semmiképpen sem örömteliek. Ilyenek lehetnek a reménytelenség, a félelem, a féltékenység és a megszállottság. Az, ami egyfajta kapaszkodót nyújthat, hogyha megosztjuk valakivel az érzéseinket, akiben megbízunk, és akiről tudjuk, hogy nem neki esik a torkunknak az őszinteségünk vagy a félelmeink miatt, hanem megfogja a kezünket, és segítő támogatást nyújt. Ugyanis, ha ezt a belül feszülő frusztrációt kiadjuk, tulajdonképpen nagyon bátran kiadjuk, akkor ez már önmagában oldja ezt a nagyon kellemetlen Hold-Plútó feszülést. Merem ajánlani mindenkinek azt, hogy érdemes bejelentkezni egy terapeutához, pszichológushoz, vagy éppen családállításra, mert ilyen típusú hatások alatt születhetnek meg azok a döntések, hogy változtatni akarok, módosítani akarok, akár a kapcsolati minőségemen, a szüleimmel való kapcsolaton, a testvéremmel való kapcsolaton, és aki ezt a kezdőlépést megteszi, annyira jó pillanatban teszi meg, hogy egészen bizonyos, hogy sikert tud elérni, akár egy rövid, akár egy hosszabb távú terápia során. És erre a napra az utolsó gondolatom az, hogy a Hold-Plútó szembenállás idején nagyon-nagyon ügyelni kell arra, hogy nem szabad spontán, hirtelen felindultságból reagálni a különféle érzésekre, vagy mások igényeire, vagy mások szemrehányó, akár csak tekintetére, ugyanis nem az a lényeg, hogy az intuícióink és a belső hangunk sugásai helyesek-e, hanem az, hogy ezek elhomályosíthatják a racionális gondolkodási folyamatainkat és a megfelelő ítélő képességeinket, és legvégső soron ezek miatt abszolút sebezhetővé válunk, és ez nyilván nem hasznos. Úgyhogy azt üzenem mindenkinek, hogy ennek a videónak a meghallgatását követően tegyetek egy nagy piros X-et a hétfői naphoz, és úgy indítsátok el a hetet, hogy bár lesznek kellemetlen hatások, adott esetben negatív energiák, de ti tudtok kellően tudatosak lenni, konfrontációt elkerülni, és ha kell, egy adott helyzetben kettőt hátralépni. Legyetek ügyesek, legyetek felkészültek, és akkor mindenki nagyon jól ki tud jönni ez alól a hatás alól. Ha még több kérdésed akad, és szeretnél egy személyes konzultációra bejelentkezni, akkor ezt megteheted a +36 70 311 61 25-ös számon. Mindenkinek a legjobbakat kívánom!